jó reggelt mindenkinek, éppen csak elindultam, és rögtön leszakadt az ég. Úgyhogy tessék, nézzétek meg. Na nem baj, hát egy kis esélytől nem ijedünk meg, hamarosan akkor indulok tovább. Már így biciklivel izgalmas lesz. Én pont ilyenkor kell a legjobban vigyázni, mert ilyenkor csúszik a legjobban az út, mikor éppen csak elkezdett esni. Ugye ilyenkor a... van rá ilyen tudományos vagy magyarázat, hogy az úton lévő pol és ez a kevés víz az alkot egy olyan nyálkás réteget, ami baszottul tud csúszni. Úgyhogy egy kicsit jobban rákezd, akkor már ezt lemossa, és akkor már kevésbé, de most éppen nagyon megindult. Na még jó, hogy hoztam zsekit, legalább teljesen nem fogok szétázni, csak félig, de hát Istenem, váltáspólót is hoztam, azért előrelátó voltam. Na menjünk! Hát, izé-kizés közben nem fogok kamerázni, mert a kamera is szét fog állni, de azt nézzétek! Úgyhogy, csak előre. Ebből ma megázás lesz, amíg legalább 9 kilométert mennem kell. Úgyhogy, majd lehet, hogy még jelentkezek, mikor már megérkeztem. Na, sziasztok, közben sikerült beérni, egy 50 perc alatt, kicsit lassabban, mint egyébként, és hát látjátok, ennyire esik az eső. Totál sikerült szavarázni. Na, azt hiszem az így, ahogy van, váratlanul fel is fog kerülni. Ez egy ilyen életnagy rendezőféle vlog lesz. Nézzétek meg, azért pár van jöttek biciklivel, bár szerintem ezt inkább tegnap hagyták bent a többség. A többség ezt inkább tegnap hagyta bent, nem hiszem, hogy most ennyien jöttek volna. De itt van az enyém, és úgysem mutattam még meg nektek a spotter biciklit, itt van. De jól bírta az esőt. Tömörgöm is, hogy csúszott annyira, mint vártam. Úgyhogy, na jó, hát akkor menjünk dolgozni. Sziasztok!